A kormány először visszavágta, majd nem sokkal később meggondolta magát, és 125 milliárdra emelte vissza a sportoló felhasználatok keretét. A látvány sportágak vezetőinek komoly szerepe lehetett a döntésben. Jöjjön egy rövid összefoglaló a témában, utána pedig Pető Péterrel, a 24.hu főszerkesztő helyettesével beszélgetünk. Sikerrel lobbiztak a sportszövetségek Orbán Viktornál, mégsem csökken a TAO támogatásként jóváhagyható összeg. Az ATV.hu-nak ezt azzal indokolták a kormány oldalon, hogy a jövőben a sport-TAO rendszer az utánpótlás működési költségein túl a sportingatlanok fenntartási költségeit fogja finanszírozni. Egy korábbi decemberi kormányrendelet csak 50 milliárd forint TAO támogatás jóváhagyását engedélyezte, ami drasztikus csökkenés lett volna. Orbán Viktor miniszterelnök azonban találkozott a hat látványsportág vezetőjével, akik szerint az 50 milliárdos összeg a klubok eddigi működési kiadásait sem fedezte. A kormány ezt követően döntött a keretösszeg növeléséről. Na hát akkor nézzük, hogy Pető Péter mit gondol erről a témáról, mi történhet. Egy jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Decemberben többször is beszélgettünk mi erről, amikor úgy tűnt, hogy több mint a felére vágják vissza a TAO pénzeket, és volt, aki ezt úgy értelmezte, hogy na ez már Orbán Viktornak is sok volt, amilyen pénzszórás zajlik a sportágak területén és a TAO támogatások területén. Na, aztán mi történhetett idén? Hát először is az fontos megjegyezni, hogy azért az nem állhatott távol a valóságtól, aki így értelmezte, ugyanis ezt maga a Fidesz mondja, hogy a TAO támogatások területén visszaélések lehettek. El Simon László ebben a televízióban több alkalommal elmondta. Igaz, mindannyiszor a kulturális szektorról beszélt, de ugye ez ugyanazon a rendszer logikán épül ez a támogatási forma. Tehát amennyiben azt mondjuk, hogy a TAO nem hatékony és alkalmat ad a visszaélésekre, akkor az nehezen értelmezhető, csak a kulturális szektorban értjük ezt így, a sportban nem. Tehát szerintem ez már önmagában megmutatja, hogy a sport külön elbírálás alá esik a Fidesznél, hiszen egy a saját elmondások szerint korrupt formát tartanak meg annak érdekében, hogy a sportot tovább finanszírozhassák. Ezek után pedig valóban 2,5-szeresére növelték ugye az eredetileg csökkentett összeget, ami meg azt mutatta meg, hogy fogalmuk nincs a saját szakpolitikájuknak a működéséről, ugyanis ezt már abban a pillanatban lehetett tudni, amikor lecsökkentették az összeget, hogy az kevés ahhoz, hogy finanszírozzák a korábbi működési formákat. Ennek pedig egy oka van, ugye ezt a TAO-t nem arra találták ki, hogy a klubok ebből üzemeljenek. Csak hogy az idők során úgy alakult, hogy azért ez nagyon nagy részt versenyezte, edzők fizetésére megy, tehát magyarul nagy utánpótlás klubok is akár a működésképtelenség szélére sodródhattak volna, ha nem kapnak új pénzügyi injekciót, ezt megakadályozták a növeléssel. De tényleg segíts megérteni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk belőtték azt, hogy mondok egy számot, teljesen mindegy, hogy 80 milliárd elég lesz ezek fenntartására, és kiderült, hogy nem, számolgattak, nagyon nem 80, hanem 83 milliárd, mert az egy számítás alapú valami. De az, hogy itt 50-60 milliárdos különbségekről beszélünk, hát ez létezhetetlen egy szakterületen. Mondom, én nem tudok másra, de nem ismerik a saját szakpolitikájuk működését. Ugyanis az 50 milliárd nem, hogy arról van szó, miről most beszélgetünk, de van még egy dolog, ugye ez egy ilyen évről évre átfolyó költségek is vannak benne, tehát magyarul korábban nyertes pályázatokhoz a pénzt még nem hívták le mondjuk ebben az évben. Tehát magyarul lehetséges, hogy az 50 milliárdos keretet már az kimerítette volna, hogy a korábban már jóváhagyott projektekre most lehívják a pénzt az egyesületek. Tehát lehet, hogy nem is tudtak volna már új pénzt fölvenni. Tehát magyarul, aki ismeri... Bocsánat, a pénzügyminisztérium jelentés szerint 300 milliárd forintnyi odaítél, de még el nem költött a TAO pénz van. Igen, ugye ezért is számomra nehezen értelmezhető, hogy mi történt az első időszakban, vagy hogyan készül el úgy egy határozat, hogy annak, nem tudom, akár a sportot felügyelő tárca illetékesei nem tudják, hogy az mit jelent az adott területre, vagy a pénzügyminisztériumnak volt akkor erősebb lobby ereje, hogy azt mondja, hogy nem érdekel minket, és valamit látni akarunk, egy keretet, amivel biztosan tudunk számolni, és ezért az 50 átment a rendszeren. De az biztosan mutatja, mondom, hogy akár az egyik, akár a másik terület egyszer nem ismerte a jelenlegi a sportnak a felépítését és finanszírozási formáit. Egyébként zárójel, nem csoda, hogy ide szerették volna visszahúzni, mert azért ez egy normális összeg, az 50 milliárd, tehát amire azt mondom, hogy képzésre, infrastruktúra, amire eredetileg szánták, elégséges pénz lenne. A rendszer tragédiája, hogy ez egy korcsrendszer lett, tehát nem erre tervezték a TAO-t, amivé vált. Ha megnézzük a 2010-11-es nyilatkozatokat, ezt arra találták ki, hogy egy extra injekcióval, képzéssel, stb. Segítse a tömegesítést, és megteremtse a sportnak a 21. századi infrastruktúráját. Ehhez képest most arról van szó, hogy az edzők fizetését, tehát a klubok napi működését finanszírozzák ebből. Ugye a szponzori nem szándékolt következményként a szponzori piac eltűnt, a tagdíjakat egyre alacsonyabbra vették, hiszen versenyügybe került az a klub, amelyiknek nem kell fizetni
a szülőknek tagdíjakat. Tehát az ilyen típusú piaci mozgásokat visszavette a rendszer, miközben az állami finanszírozást megnövelte. Ezt tehát egyébként tudjuk tényszerűen, hogy a szponzori támogatások lecsökkentek? Ugye ez nehezen deríthető ki, hiszen Magyarországon sosem volt eléggé átlátható az egész rendszer működése ahhoz, hogy ez pontosan látható legyen. Ha csak belenyitogatnak a kedves nézők, gondolom ez kevesük hobbi, ahogy közé tartozik, én a miniatűr kisebbséghez tartozom Magyarországon, a klubok sportfejlesztési programjai közé, akkor abban, amikor a TAO pályázatot leadják, jelölni kell, hogy mennyi a saját bevételük, egyéb bevételük. Ott nagyjából látszik, hogy lényegében minimális a nem TAO vagy nem önkormányzati részről érkező pénz, tehát magyarul ezek az egyesületek a TAO nélkül jelenlegi formájukban fenntarthatatlanok. Volt olyan futballsportvezető, aki nem is olyan régen, talán 1-2 hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor pont azt nyilatkozta, hogy szerinte 5-10, nem tudom hány éven belül a futballkluboknak önfenntartónak kellene lennie. Tehát át kellene állni valóban arra, ami Nyugat-Európában működik, hogy egy szponzori rendszer, és a szponzorok eltartják a klubot. Most nem, hogy ebbe az irányba mennénk, ha ezeket a folyamatokat nézzük, hanem pont az ellenkező hatást válthatja ez ki. Hát olyannyira, hogy jelenleg szerintem egészen rémisztő az a struktúra, ami kialakult a sportban. A futball ugye a fővádlott mindig, szerintem a kézilabdára már legalább annyi figyelmet érdemes fordítani. Ugyanis azt látjuk, hogy most például pont mind a két résztől tudunk, a Kisvárda futballban, a Siófok női kézilabdában kiáll magyar játékosok nélkül. Ez 7 év TAO után olyan egyesületeknél, amik kiemelten támogat a TAO, tehát milliárdos haszonélvező ennek a projektnek, ezek után csak külföldiekkel kiállnak, ami jelentheti azt, hogy a TAO pénzt, hát, hogy mondjam, nem feltétlenül célszerűen használják föl, és más csatornákon folyik el, de azt is, hogy egyszerűen nem elégséges energia és tudás van az utánpótlásban, hiszen nem tudnak kinevelni ennyi milliárdból olyan játékost, aki versenyképes a felnőtt csapatban. És ehhez, ha hozzátesszük, hogy nemrég nyilatkozott például a svájci Schaffhausen egyik magyar vezetője, aki azt mondta, hogy a svájci élcsapat nem versenyképes a magyar középcsapatok fizetésével, tehát nem tud annyi fizetést adni, mint a magyar kézilabda NB1 középcsapatai, hogy 8-10 ezer eurókat lehet keresni ma Magyarországon, nem a Veszprém és nem a Szeged, tehát nem a két teljesen kiemelt csapat, hanem az utána következő részben kézilabdával úgy, hogy hát azért nem hallottunk arról, hogy 5-10 ezeres csornakokat kellene bajnoki meccsekre fölhúzni, mert megtelne. Tehát egyszerűen valami olyan korcs finanszírozás alakul ki, ami csak és kizárólag állami pénzen tartható fönn. Egyébként a futballcsapatok többsége is sajnos ebbe az irányba ment. Picit hátrébb lépünk az egésztől meg a szakkérdésektől szerintem. Bárki néz most minket, akkor az a furcsa érzete támad, mintha arról lenne szó, hogy adott egy ország, amelynek olyan istentelen sok pénze van, hogy már nem bírja mire költeni, és megpróbálják oda is elkölteni, ahol már nem is lehet leigazolni a költéseket, csak hogy valahova el tudjam tenni ezt a rengeteg pénzt. Nem akarok lélegeztetőgéppel jönni, meg hogy nincsen a kismamáknak ágy a kórházakban, de hát tényleg önkéntelenül merül fel ez a kérdés, hogy mitől van ez a kényszeres, vagy költési kényszer erre a területre. Venném a válaszomat. Az első, hogy én akarok lélegeztetőgépekkel jönni, ugyanis az nagyon fontos mindenkinek tudni, a politika, ez a döntések és a választások sportága. Tehát amennyiben eldönthettem, hogy ezt a 600 milliárdot, amelyet idáig nagyjából TAO-ra fordítottunk, lélegeztetőgépekre vagy stadionokra költöm. Ez ilyen egyszerű kérdés. Tehát, hogy ezt valaki elnevezte egyszer demagógiának, és úgy maradtunk, de ezt politikának hívják. Ezek szabadon felhasználható források, amik minden kormány úgy oszt el, ahogy szeretne. A Fidesznek, és szerintem ez egy legitim választás, azt mondta, hogy a sport nemzetstratégiai ágazat, ezért ezt a szabadon felhasználható forrásoknak egy nagy részét sportba teszik. Bocsát, hagyd vágjak közben, mert te nem csak sportszakújságíró vagy. Te meg tudod indokolni, vagy látod az okát ennek a döntésnek? Mikor tényleg mondjuk a kórházi állapotok az, amivel majdnem mindenki élete során jó néhányszor sajnos szembesül? Igen, ugye az oktatás és az egészségügy szokott ugye mindig alternatívaként felvetődni, hiszen nagyon sok alternatíva van, tehát mondjuk ide sem érdemes leszűkíteni, mert a zöld projektektől, tehát környezetvédelemtől. Mondtam egy példát, persze, ami a legszembetűnőbb. Igen, azért mondom, hogy sok fel lehet tenni, azért egy nagyon fontos politikai döntés, hogy hol lehet eredményt elérni, és mik az eredmény lehetséges hatásai. Ugye a sport az egy sikerágazat azért alapvetően Magyarországon, plusz azért nagyon sok kutatás kimutatta, hogy a sport eredmények megélésekor a legbüszkébbek a magyarok a saját nemzettudatukra. A katarzis érzés hoz annyit. Így egyrészt van egy ilyen típusú, hát aki a 2016-os EB járt Budapest, idején Budapest utcáin, az pontosan tudja, hogy mit jelent egyébként egy sportsiker. És tehát, nagyon sokan mondták már akkor is azt, hogy ez a kormánynak mennyire jó, hát ugye nem a kormánytagok fociztak, de tök minden. Hát mindenkinek jó, persze, tehát azért mondom, a sport az ilyen szempontból egy optimális befektetés, és igenis lehetnek egészségügyi hasznai hosszú távon a rendszerben, hiszen ha nem x százalék, hanem x plusz
10%-a sportol a magyar embereknek, az egy jobb helyzetet terem. Tehát, hogy ilyen szempontból egy racionális választás is a sport, mint nemzetstratégiai ágazat. Az, hogy ezt az irdatlan pénzt hogyan használták föl, és milyen szakpolitikai kudarchoz vezet szerintem, az egy másik kérdés. Itt egyszerűen hazaviszik a pénzt ahelyett, hogy a jövőjébe fordítanák ezeknek a sportágaknak. Köszönöm, hogy itt voltál, mert sikerült szerintem sok érdekes szempontból megvilágítani a kérdést. Köszönöm. Köszönöm.